Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Mi várható a hétvégén? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ezt a kártyacsomagot tegnap kaptam meg, úgyhogy még nagyon-nagyon új, és nekem nagyon tetszenek a képek, olyan vidámnak tűnik. Ha gondolod, leírhatod a véleményedet a kommentárba, hogy tetszenek-e a képek, mi a véleményed a kivetésről, a hétvégi jóslásról. Akkor először megnézzük, hogy mi várható a pénteki napon, az itt látható. A férfi és ez a hölgy. Mindkettő kezében van ez a bot, ami jelenti a tűz elemét. A hölgynél is, és a férfinál is. És a tűz eleme az mozgásba jön. Tehát előre mennek az események. Különösen, ami ezt a férfit illeti, hiszen közeledik hozzád. Sikerei vannak, beszámol erről. Szerintem a múltban voltak nála nehézségek, kihívások, de ő ezt most megoldotta. Jön hozzád, és erről beszámol, a sikereiről. Te megjelensz itt, mint egy királynő, és inkább olyan várakozó vagy. Tudod azt, hogy úgyis jön. És valami lelkesíteni fog téged. Itt is megjelensz, mint egy királynő, de ezúttal a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Megvan a lelkesedés, megvannak az érzelmek, megkapod a megbecsülést, és úgy viselkedsz, mint egy büszke királynő, de ő is örül a sikereinek. Szombat, az itt látható. Ez a férfi kezébe veszi az arany érmét. Úgy figyelgeti, még kicsit bizonytalan, ami az értékeket illeti. Amikor még nem tudja, hogy mennyire értékes, hogy elfogadja az élettől azt, amit szeretne. Vagy jelentheti az ő tehetségét is, de még nagyon bizonytalan. Hiszen látható, hogy nagyon sokat dolgozott, szorgalmas volt, de nem kapott elismerést, vagy kevés volt a fizetés, hiszen itt ez a tolvaj mindezt ellopta tőle. Persze a kártyák azt is jelenthetik, hogy sok a munka, lehet, hogy kifáradt, most rájött arra, hogy neki is van tehetsége, meg rendezni akarja az anyagiakat, a munkahelyi dolgokat, és a tolvaj tud segíteni, hiszen eltávolítja mindazt, ami a múltban történt, amikor kihasználták őt. Ez inkább rávonatkozik, tehát inkább a férfiakra. A vasárnapi nap az itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor van nálad egy álom, egy elképzelés. És itt a mágikus, ez a varázsló segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. Azon kívül megvan a varázslatos kisugárzásod. De ez a férfi még nagyon zárkózott, nem meri elfogadni ezt az aranykelyhet, ami utal a te érzelmeidre, hiszen átnyújtod ezt neki, kimutatod az érzelmeidet. Vagy nagyon dacos és megsértődött, vagy arról van szó, hogy úgy gondolja, én ezt nem értem le meg. Tehát itt változtatni kellene neki az ő hozzáállásán. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!